Az Unióhoz fordul a Magyar Reklámszövetség. Szerintük a reklámadó új változata is rengeteg vállalkozást sodorhat a szakadék szélére. Ráadásul, mint mondják, az egységes adó növeli a fogyasztói árakat, inflációt gerjeszt, elbocsátásokat eredményez, és elmélyíti a versenyhátrányt a globális szereplőkkel szemben, és a magyar nyelven elérhető médiatartalmak mennyiségének csökkenéséhez, és ezek minőségének nagymértékű romlásához vezet. A Magyar Reklámszövetség főtitkára, Fülöp Szilvia vendégem. Jó estét kívánok! Hogy jó estét kívánok! Mi a legnagyobb baj a reklámadóval? A reklámadóval elsősorban az a legnagyobb baj, hogy nem csak a szakmát érinti, mint ahogyan azt a legtöbb médium leszokta írni, hanem gyakorlatilag az egész magyar gazdaságra kihatással van, ugyanis a reklám működteti a termelői és a fogyasztói, illetve a szolgáltatói piacot. Tehát gyakorlatilag egy elkészült árucikk, egy kínált szolgáltatás úgy kerül eladásra, értékesítésre, hogy azt reklámozzuk, legyen az akár a kenyérről, vagy a tejfölről, vagy legyen akár szó ez egy banki szolgáltatásról, vagy egy telekommunikációs szolgáltatásról. Igen, tehát aki mondjuk az ilyen témájú beszélgetésekről és egyáltalán reklámadóról azt gondolja, hogy hát ez biztos a médiumok magánügye, most sírnak, mert kevesebb pénz marad majd nekik. Szóval maga a reklám tetszik, nem tetszik, az életünk része, a kereskedelemnek, a gazdaságnak része, ahogy ön is fogalmazott, hiszen a gyártók a termékeiket nem sútyiban gyártják. Csináltam egy új mosóport, eszméletlen jó, de nem mutatom meg, majd csak kiteszem a polcra, hát harálkodnak a vevők. Azt be kell járatni, ezt el kell adni, fel kell vezetni. Hát erre vannak a felületek, így most gyakorlatilag minden szereplő rosszul jár, a fogyasztó is, nem? Így van. Tehát azt gondolom, hogy három olyan sarkalatos pontja van a reklámadónak, amire mindenképpen érdemes felhívni nem csak a média szakemberek, vagy a médiában dolgozó, vagy a reklámügynökségeknél, és esetleg a vállalatok marketing osztályain dolgozó szakembereket érinti, hanem az, hogy gyakorlatilag a reklám az a modern piacgazdaságnak a mozgató rugója, ugyanis a reklámmal adunk el termékeket, és egy nagyon bonyolult egyensúlyi rendszerről van szó, ami gyakorlatilag azt is jelenti, ha most kitérünk csak a médiára, hogy a média fenntartása is gyakorlatilag jó részt a reklámokból befolyó összegekből történik. Ezért arra hívnánk fel a figyelmet, nagyon, ami érinti ugye nyilvánvalóan a fogyasztókat is, akik médiatartalmat fogyasztanak, most nagyon szűken csak a média fogyasztásra fókuszálunk, hogy olyan médiumok szűnhetnek meg akár a piacon, vagy szűkülhet azoknak a tartalma, vagy akár a minősége, ami akár a tájékoztatást is szűkítheti, mondjuk legyen szó egy híradóról, vagy akár az Egyenes Beszéd című műsorról, amik fenntartása ezekből a bevételekből történik. Ugyanakkor a fogyasztók esetében, hogyha a termékét nem tudja reklámozni, most térjünk egy kicsit át a média fókuszról az általános gazdasági vagy fogyasztói fókuszra, akkor egy fogyasztó szempontjából ez áremelkedéseket eredményezhet, mert hiszen az eddigi, a jelenleg érvényben lévő és most felfüggesztett reklámadó szerint, és a most benyújtott, héten benyújtott 5,3%-os egységes reklámadókult szerint, szinte minden vállalkozás számára, vagy médiavállalkozás, vagy érintett vállalkozás számára ez adóemelést jelent. Tehát az a második pont, ami nagyon fontos, hogy ez nem adócsökkenés, mert ugye itt beszélgettünk 10%-okról, 20%-okról, hanem mivel ez szét lett húzva és szét lett terjesztve a reklámipari szereplőkön, ez az 5,3% egy óriási áremelkedést jelent. Hát igen, akit mondjuk eddig 1% érintett, az is 5,3. Így van. Tehát most ha vegyünk egy nagyon egyszerű példát, mondjuk egy 800 milliós árbevételű vállalkozás esetében, média vállalkozás esetében eddig fizetett a 500 milliótól 800 millióig terjedő összegre, tehát 300 millió forint után 1%-ot, azaz 3 millió forintot. Most ezt megfizeti 100 milliótól 800 millióig terjedően, azaz 700 millió forintra, és annak az 5,3%-át, tehát
több mint 37 millió forintot be kell, hogy fizessen. Azért a 3 millió és a 37 millió. Az 12-szeresen nagyon durván, és hogyha ennél följebb megyünk, tehát nem csak az 1%-os kört nézzük, hanem mondjuk a fölötte lévő 10%-os kört, ott is még 5-6 és 7-szeres adó emelkedésről beszélünk, és mindezt olyan vállalkozások esetében, akik egyébként a normál adóterheket, amit minden más vállalkozás megfizet, kifizetik. Na most nyilvánvalóan ez a mikro és kis vállalkozásokat érinti a legsúlyosabban, de ez egyértelműen fogyasztói áremelkedésekkel jár, tehát mindannyiunkat érint, érinti ezeknél a munkáltatóknál dolgozó embereket, akik elképzelhető, hogy elbocsátások áldozatai lesznek, mert nyilvánvalóan ilyen adóterhek mellett nem biztos, hogy ugyanannyi humán erőforrás költséggel bír számolni egy vállalkozás. Amit még mindenképpen nehezményezünk, és most hangsúlyozom, hogy nem csak a Magyar Reklámszövetség képviseletében ülök itt, hanem ezeket a gondolatokat gyakorlatilag 10 szövetség képviseletében teszem, tehát 10 kommunikációs társszövetség képviseletében beleértve a Magyar Reklámszövetséget is. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy a reklámadó hosszú távon káros. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy nemzetközi kutatásunk alkalmával egyértelműen letehető volt az asztalra, hogy minden reklámra fordított 1 forint, az 47 forintot termel a gazdaságnak. Ez már a tavalyi adóbevezetéssel nem volt igaz, és nagyon kíváncsiak lennénk, hogyha most elvégeznénk ugyanazt a kutatást, hol állnánk. Tudja, mi jutott eszembe, amikor azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a termékeket el kell adni. Mi van a nagy áruházláncokkal, meg a közepes nagyságúakkal, hiszen az általuk kiadott, megrendelt szórólapokat napi szinten és ekkora halomra kapjuk a postaládába. Nyilván oda nem puszi vagy kacsintás alapján lehet bekerülni egy ilyen hirdetési újságba, tehát az is a reklámot is van, így valamiféle van. Reklámköltés. Pontosan. Tehát akkor reklámadót? A reklámadót kell azután is fizetni, hogyha mondjuk az egyik nagy áruházláncban a polcon ki van rakva a kedvenc csokink, és ahhoz, hogy én megtaláljam a kedvenc csokimat a hosszú-hosszú édesség soron, ki legyen írva, hogy XY csokoládé, amit én nagyon szeretek, nyilván van egy kis táblácskája a csokoládénak, azért is kell fizetni adót azután is. De például, és hogyha a reklámújságban megjelentetik, azért is? Pontosan, és akkor nagyon örülök, hogy felhozta ezt a példát, mert ebből egy picit átmennék a saját reklámkérdés körére. Na, azt meg aztán főleg nem tudom, hogy lehet minden forintosítani. Ezt úgy lehet forintosítani, talán egy nagyon egyszerű virágüzlet kirakja, hogy anyák napján 20% kedvezményt ad a rózsák, ha nála vett a rózsákra, saját az saját reklámnak minősül, tehát neki a kirakott matricáját, vagy a kirakott táblának az előállítási költsége után adót kell fizetnie, sőt, netentán, hogyha a kirakatát folyamatosan ilyen reklámra használja, akkor mondjuk még a kirakat éves pucolási, tisztítási díja is adókötelés. És ez ki fogja ellenőt? Óriási adminisztrációs tanár. Anyák napjára akciós a virág, azt én írtam ki a kis kezemmel krétával. Akkor ennek milyen Nem tudom, a kréta ára meg a papír ára. Tehát ennek emögött óriási adminisztrációs teher is van. Az is költség. Mert ezt le kell jelenteni, és ha ezt ellenőrzik, és mondjuk nem jelenti le a virágos, de mondjuk ilyen például egy benzinkút hálózat, hogy vannak ezek a bizonyos világító táblái, kirakja, hogy mennyibe kerül a benzin, tehát kvázi reklámozza az általa forgalmazott terméket, mint benzint, hogy ennyibe kerül a gázolaj, a 95-ös benzin, meg a 100-as. Annak az előállítási költségéért is adóköteles, sőt, annak a világítási költsége és a tisztítási költsége. Most így elképzeltem, hogy milyen életszerű helyzetbe kevernek minket. Tehát az ember tankol, és azt mondja, hogy elnézést, mennyi a dízel? Jöjjön kicsit ott, én majd megsógom, mert nem írhatom ki, mert az reklámköltség már. Hát ez egy nagyon szélsőséges példa, de valahogy így állunk. Hát akkor ez nem a szép új jövő, hanem jelen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.